eldobott csoki papír, egy új lenyomat a poháron, egy sáros lábnyom, a detektívek számára óriási kincs. Ilyesmik segítségével találják meg a rejtőzködő bűnözőket. Az állatok is rejtőzködőek, elszaladnak, elbújnak előlünk, vagy eleve csak éjszaka jönnek elő nappali rejtekhelyükről. Akkor hogyan lehet róluk többet megtudni? Nyomolvasással. Nyomokat keresni és találni bárhol lehet. Felfedezők utánam! Detektívesdi a természetben. Herman Otto, mint minden zoológus, kényszerű nyomolvasó volt. Éles szeme volt, nagyon jó esze volt, használta is. Így aztán az állati nyomokból sok mindenre következtetett. Most mi is detektívekké válunk. Először is azt kérdezem, hogy milyen nyomokat hagytok ti magatok? Ujjlenyomat. Igen, aztán? Lábnyomokat. Igen. Ugye egy ujjlenyomába a kezünket belenyomjuk. Igen. A hajszáleink, hogyha elhagyjuk, akkor azt is. Nagyon jó. Amikor sokat ettetek, mi lesz másnak? Az is nem. Az is nem. Az a ürülés. Igen, igen. Ugyanúgy, mint az állatok, mi is hagyunk nyomokat. Azt mondtátok elsőnek, hogy új lenyomat. Azok a nyomok, amiket mi most foglalkozni fogunk, azok azért egyedi állatok azonosítását nem teszik lehetővé, de az állatfajt legalább általában meg tudjuk mondani. Hogyha ezt az ember látja az erdőben, vagy bárhol, hát ez egy diófa, úgyhogy ezt inkább kertbe látjuk, csak egy kerek lukat látunk, de ennyire szabályos kerek luk, az szinte biztos, hogy valamelyik harkály véste, és ha szétnyitom, akkor lehet is látni, hogy mit vésett bele. Egy szép kis üreget, és hát azt kell mondanom, hogy ez olyan, mintha egy fészekodó volna, de nem költözött bele a harkály, ez nem elég mély hozzá. Vagy kidőlt a fa túl hamar, vagy nem találta elég jónak a minőséget, és tovább állt. Ez egy ilyen gyakorló harkályfészek. Néha nem az étkezésnek a nyomait látjuk, hanem olyan jeleket találunk, amik az állatoknak a jelenlétére magára utalnak. Ugye tiszta ügy a csigaház, hiszen tudjuk, hogy ha van egy üres csigaház, a csiga sokáig élt benne, mert megnőtt ilyen nagyra, elpusztult, és hátrahagyta a házát. Egy kicsit izgalmasabb dolog ez az őzagancs, mert ez egy véres drámának a nyoma. Ugye, ha csak ennyit találtam volna a fűben, akkor azt lehetne hinni, hogy az őz elhullajtotta az agancsát, viszont itt van rajta az eltörött koponyacsont. Ez azt jelenti, hogy vagy elvadult kutyák, vagy orvvadász volt, és ott hagyta ezt a szerencsétlen őzet, és csak a hasznos részeket vitte haza. Valami ilyesmi pusztította el, és aztán a vadállatok szétmarcangolták, és ennyi maradt meg belőle a koponyacsonttal együtt az agancs. És hát itt van egy dolog, amit szintén egy állat hagyott hátra. Hát ez egy erdei siklónak a levedlett bőre. Nem történt vele semmi, kibújt belőle, kinőtte, és gyönyörű szép új bőre nőtt. Ilyeneket is lehet találni, ha az ember egy kicsit odafigyel a természetben. Nemrégben találtam egy vakondok tetemet is. Szerencsétlen állat feljött a felszínre, és ott pusztult el. És ott feküdt a földön, és a két ásó lába kín volt a így két oldalt. És ha valaki nem tudja, hogy a vakondok föld alatt él, akkor az ásó lábból akkor is rá tud jönni. Tehát egy ilyen nyomból az állat életmódjára is néha következtetni lehet. És akkor maradt hátra egy nagyon izgalmas kísérlet. Találtam nemrégiben egy rókaürüléket, amit a róka mindig valami feltűnő helyre rak, azért, hogy messziről lássa a többi róka, hogy ez az ő területe. Ugyanúgy megjelöli a területét, mint hogy a madarak az énekükkel, vagy a kutyák a pisiükkel, ugye tudjuk. És aztán találtam egy bagolyköpetet is, és a kettőt egymás mellé kerülhet, mert eléggé hasonlítanak egymáshoz. Nem baj, hogy itt vagyunk a szabadban, mert a róka ürüléknek nagyon jellegzetes erős szaga van. A róka szagával is jelzi azt, hogy ez az ő területe. A bagoly az nem a terület jelölésére használja, hanem a bagoly megeszi egy egészben az egereket, mindenfajta kisemlőst, és aztán fölöklendezi a szőröket meg a csontokat. Tehát, hogyha ezt én aprólékosan szétboncolom, akkor előkerülhetnek olyan apró csontok, amik utalnak arra, hogy a bagoly mit evett.
Tehát a bagolyköpetből ez valószínűleg egy füles bagolyé. Nem csak erre lehet következtetni, hogy itt a füles bagolyé, hanem meg lehet belőle állapítani, hogy milyen egyéb kis emlősök élnek, amikből ő táplálkozik. Látjátok, itt van a... Megfordítom. Itt van a koponya, ez a koponya tető, a szemüregekkel, és hogyha megfordítom, akkor lehet jól látni az alsó állkapcsát, és itt van ez a két hosszú sárga rágófoga, ez a két hosszú, a rágcsálóknak van ilyen fogazata. És hát ez is egy séta eredménye volt, az erdőben találtam egy nagy-nagy ürüléket, és messziről virított, hogy az emberé, mert ott volt mellette a papírzsebkendő, azaz a WC papír. Ez egy elég szomorú dolog, mert mi nem vagyunk rókák, hogy így megjelöljük, hogy mi a mi területünk, és azt, ha az ember rájön a szükség, és ilyen történik, akkor ezt el kell kaparni, és akkor nincs gond vele. Például, amikor nevettek. Az a hang, igaz? Az is egy nyom. Aki ezt meghallja, tudja, hogy itt vagytok. Ugye milyen sok állat nyomával megismerkedtünk ilyen rövid idő alatt? Állati sok nyomot az ember hagy a földön. Olajszennyezés, fényszennyezés, utak, mezőgazdasági területek. Olyannyira, hogy most már a mi ökológiai lábnyomunkról beszélünk. Ez röviden valami olyasmit mond, hogy az emberiségnek most nagyobb hely kellene a földön, mint amennyi van. Az lenne jó, hogyha úgy tudnánk élni, ahogy a mondás mondja, sok jó ember és sok jó állat kis helyen elfér.